Az 1848-as forradalom egyszerre volt hangsúlyosan a magyar nemzet, a magyarok forradalma és az európai haladó szellemiségű törekvések megtestesülése. Európa akkor pontosan olyan volt, mint amilyennek a magyarok mindig is látni szeretnék. Szabadság szerető, együttműködő és szolidáris, jelentette ki Brüsszelben Gyürk András, az Európai Parlament fideszes képviselője. A Magyar Néppárti Delegáció vezetője a Magyar Hullám Közéleti Társaság hagyományos március 15-i megemlékezésén beszélt, és az ismert angol filozófus Chesterton mondását kölcsönözve az iszákoshoz és az abstinenshez hasonlította a fanatikus EU-hívőket és az euroszkeptikusokat. Az iszákos és az abstinens nem csupán mindketten tévednek, hanem ugyanazt a hibát követik el. Drognak tekintik a bort, és nem pedig italnak. Nos, hölgyeim és uraim, valahogy így van ez ma az Európai Unióval is. Vannak, akik azt gondolják, az Unió mindenre gyógyír. Nekik az egységesülés nem eszköz, hanem önmagáért való cél. A másik végletet azok képviselik, akik teljesen elutasítják az Uniót, minden baj és szerencsétlenség forrásaként tekintve arra. Az egyik drogként vágyik rá, a másik drogként utasítja el. De ahogy az iszákos és az abstinens, úgy a militáns EU-fanatikus és a radikális EU-szkeptikus is téved. És ami még rosszabb, sohasem lesz elégedett. Sohasem fogja igazán élvezni imádata vagy utálata tárgyát. Az egyik azért, mert túl sokat vesz belőle, a másik azért, mert semennyit sem. Mi, mértéktartóan Borisza emberek, nem esünk túlzásokba. Európát például tudjuk egyszerűen csak szeretni. A brüsszeli március 15-i ünnepségen azt az Európát idézték fel, amely a mi szabadságunkért szorított, amikor már csak a magyarok tartották magukat azok után, hogy a polgári szabadságért vívott forradalmak végig söpörtek a kontinensen. Az ünnepi beszédet mondó Hende Csaba honvédelmi miniszter egy Széchenyi naplójából vett idézettel érzékeltette, hogy létezik párhuzam a 48-as forradalmi változások és a mai történések között. Magyarország elkezd a saját tengelye körül forogni. Végre, mondja Széchenyi. Kedves barátaim, a szabadságot életre kell váltani, meg kell élnünk a hétköznapokban. Nem elégségesek a törvények és az intézmények. Azokat felelősen, a realitásokat tiszteletben tartva és a közjót szolgálva kell tartalommal megtöltenünk. Ha kell, meg is kell azokat élnünk. A nemzetben 1848-ban is megvolt a bátorság megvívni az igazáért. Nem csak szavakban, hanem tettekben is. Hetek alatt új honvédsereg állt talpra a semmiből, amelyet a semmiből felálló új magyar hadipar látott el minden szükségessel. Ez az új magyar honvédség aztán a világ legjobb hadseregét is ki tudta verni, csak nem az egész országból, és csak egy másik nagyhatalom csapatai tudták végül térdre kényszeríteni. Hajlamosak vagyunk a történelmet és ezt a 48-49-es történetet lezárni világossal és azzal a rettenetes októberi hajnallal, amikor Batthyány és az aradi 13 honvédtábornok az életét adta. A történetnek azonban nem volt vége, mivel fegyveres ellenállásra nem volt már mód, következett a passzív ellenállás, amely egészen a kiegyezésig rendkívül törékenyítette a Habsburgok uralmát hazánkban. A nemzet 48-49-ben megérezte, hogy összetartozunk, mert összetartozunk a közös szabadságban. És mivel mindezt megértette és megélte, mindig akadtak elegen, akik, ha kellett, meghozták érte a végső áldozatot is. Mindaddig, amíg a szabadság ugye mégis utat talált magának a történelem útvesztőjében. Március 15-én és április 11-én a szabadságharc meg annyi véres csatájában is, bizony a leveretésben is valóban egy új nemzet született a régiből. A brüsszeli ünnepi megemlékezés a hagyomány folytatásaként rangos koncerttel zárult. Ferenczi György együttese, a Racka Jam, a világhírű hegedűművésszel, a Brüsszelben élő Robi Lakatossal kiegészülve játszotta a magyar népzenét, a cigányzenét, a blues-t és a rockot ötvöző különleges muzsikát.
nekik tudnia kellett. Amikor egy éjjel hazafelé bankolt, úgy közben megírta a Budapest éjszakája szólt, és repül fel a szivárványra, repül fel a szivárványra, repül fel a szivárványra, repül fel a szivárványra. Abi Endre akkor annyira beletalált, még senki nem ült soha ennyire jó nótát. De hát az éjszakáról, a pesti éjszakáról, a sírva vigadásról, repülünk fel a szivárványra, repülünk fel a szivárványra.